Hór, a viharisten, Tiszaug. A kemences útban mindig jó meleg volt. Esténként oda anyám báránybőrrel takart, én pedig hasonfekve, államat két kezemre támasztva lestem, mi történik a konyhában. A petróleumlámpa gyönge fénye szelídé és titokzatossá varázsolt mindent. Ilyenkor apám homlokán kisimult a gondredője, anyám ajkára finom mosolyült, dédapám pedig széket recsegtetve pipáját jól megtömbe, valami régi történetbe kezdett. Ez mind bakfigy ahhoz képest, mint ami engemet elragadott. Bögött állával egyik este az ablak felé, amely mögött rettenetes nyári viharton volt. Tudtuk, hogy dédapám miről beszél, hisz számtalanszor hallottuk már a történetet mégsem álltuk útját lassan pergő szavainak. Lehettem úgy tizennégy esztendős, mondta ő, miután az égzengés, amely az asztal közepén álló lámpa üvegét is megrezzentette, tovagördült. Oda kün jártam épp a hót tiszamasnián túl, a sági réten, amikor rám szakadt az ég. Pajtásaim mind menedékbe futottak. Én azonban úgy megzavarodtam, az ustorkém csapkodó esőtől, hogy azt se tudtam, merre lehelhetem a csőzkunyhót. Mikor aztán a jég is rákezdte, a felhők hasa pedig úgy morgott, mintha óriások görgetnék, kárhozott lelkekkel töltött hordóikat, hát én bíz, a rét közepén hirtelen megálltam, és átadván magamat a sorsnak, már csak a halált vártam. Jött is az mindjárt, méghozzá villám képibe, nagyot csattant, igenyöst engemet célozva meg. Éreztem a perzselését. A haja még nekált, ingem Gatyán forró párát lehet magából. Én pedig úgy, ahogy voltam, tárt karral zuhantam hanyatt a sárba. Ám mielőtt a fejem a jó anyaföldet érhette volna. Elmém lángocskája, mint az elkoppantott gyertya. Kihúnyt. Tédapám, a meséiben idáig érve mindig elhallgatott kicsinyt. Apró gyermekként ki a dolgokat még nem igen tudja önmagában helyesen összerakni, olykor felkiáltottam. – Ha maga meghalt, dédapa! Valóban ott halt meg Kend a sági réten? Ám mire mindezeket kimondtam, már éreztem is, hogy aj, milyen buta vagyok, hiszen Tédapám ott ül az asztalnál, és kutya baja se volt. – Meghaltam bizony! – felelte ő nagy titokzatosan. – Kicsint meghaltam, mert a villám végezni próbált vélem, de én mégsem hagytam ám magamat. Birokra keltünk, valahol két világ között, és addig-addig gyúrtuk, gyötörtük, daganyöztük egymást, míg a villám, amelyik tán angyal lehetett, átdobott engemet az időnek egy másik szegletébe, melyet már me úgy hívunk, hogy távoli rég múlt. A nagy viaskodásban kimerülvi aztán ismét sötétség borult rám, és végül arra eszméltem, hogy valaki hűs kézzel simítja az arcomat. Nyitottam a szememet. Fölöttem ragyogóan kék, tiszta égboltozat feszült, a nap hét ágra sütött, s lanymeleg szellő járt a ságréten. – A kéz, kiáltottam közbe türelmetlenül, ki volt a kéz a kéz, tata? A leggyönyörűbb leányi a föld kerekén, fiam, akinél szebbet sem addig, sem azóta nem láttam, felelte ő, a hangja úgy bicsaklott meg, mintha jégre lépett volna. Éjben fekete haja két vakorsba fonva, homlok a tiszta, mint a jól kiszelelt búza, ajka pirosló, óra helyeske, és a szeme. Pillantásában a szénparázs elevensége együtt táncolt a patakvíz cserfelésével, úgy bizony. Ezt hallanád, így, mama? – mocsogta a és alatt édesapám mosolyogva. Majd adnak ennek cselfelést, meg színparazsat a sodrófával. Jolandának hívták. Kopintott erre pipájával az asztalunkra az öreg. Felkarult, majd betámogatott a faluba. Hát ő, ő is ugi volt? Csodálkoztam. Korságot ugi, legyintett a dédapám. Abban az időben, ahová engemet a villámangyalt elrepített, még álma Reményesen volt a mi kis falunknak. Ottan, ahol most a mélyért csordogál, ott lakott az a leány meg a népe, akik gepidáknak nevezték maguknak. Házaikat fölbemélyítették, a sátortetőt náddal borították, kőből rakott tűzhelyük egy likon át eregette ki a füstjét. Tudtak szép agyagedényeket, csontfésűket, bronzból, aranyból, csudás karpereceket készíteni, és fegyverrel védték birodalmuk itteni darabkáját, a tiszán biztos átkelést. Én akkor ebből persze még semmit se tudtam, hisz hetekig nyomtam az ágyat. Jolanda ápolt, óvott, forró hallevessel etetett, míg én lázban vergődve az angyallal verekedtem. Mikor aztán megszabadultam tőle, és szememről felszállt a köd, megint láthattam az én megmentőmet, kinek szépsége úgy kólintott fejbe, mint a szertelen gulyást a gémes kútvödre. Csak bámultam őt, más nem is tehettem, mivel egymás nyelvét nem beszéltük. Amint lábra kaptam, és a mélypadlójú házból fényre merektem, a falu népe úgy járt a csodámra, mint akik még sosem láttak süldőlegényt. Húzgálták a ruhámat, a hajamat, bökötték a karomat, az oldalamat, én meg elegyeztem őket, mire kinevettek. Felmérgesedtem, mert nem értettem őket, és ők sem értettek engemet. Szerencsére Jolanda okosabb volt nálam. Hát kézen fogott, és a faluban járva mindenre rámutatott, kimondva annak a nevét. Akkor tájt én még fürge észre bírtam, így hamarost Eltanultam a gepidák nyelvét, és mivel lusta gyerek sem voltam, alig telt el egyetlen szép esztendő, már velük haláztam a tisztám. Dédapám a messzi múltba révett, de még a pipája is bealudt. Attól féltem, nem is folytatja tovább a mesét, ám ekkor odakint megint nagyot mozdult az ég, felrezzentve őt a mélázásból. Gyönyörűséges esztendők voltak azok, sóhajtott búzsbicentéssel. Mire 17 esztendős lettem, a gepidák már maguk közül valónak gondoltak. Hát, megkérhettem az én Jolandám kezét, akivel lassacskán összemelegettünk. Emlékszem a napra, mert épp messzi homból jött vándorkereskedők vonultak el az úton, mely keletről nyugatra futott. Részből csavard, gyöngyös fejéket vettem tőlük az én mátkámnak. Azzal ékesítettem a szép haját, ő pedig kacagba ugrott a nyakamba. Aztán jött az a lovas. Tajtékos hátú minden érkezett a falu központjában, akkor a fel, mintha egy maga akarna vihart kelteni. Színeztem tovább magam is a mesét, amikor már jól ismertem a történetet. Vihart is kavartám, akkor azt még csak kevesen sejtették, mondta dédapám. A lovas egényest a falu előjáróihoz igyekezett, és jelentette a veszedelmes hírt. Attila a hunok fejedelme, kit neveztek Isten is, nagy hirtelenséggel meghalt. A gepidák már régóta az ő szolgálatában álltak, s földön rettegett, gyalogos katonáik a hunok oldalán feldőlták a fél világot, ám hogy most mi lesz velük, azt senki sem tudta. A lovas elment, a kereskedők is átkeltek a réven. Ezután sokáig csendhonolt a tájon, mivel az átvonuló vándorok, akik addig gyakorta jártak mi felénk, erősen megfogyatkoztak. Jolandával nemigen forgattuk a fejünkben a világ dolgait. Apró kis porszemek voltunk mi ahhoz, no meg az esküvünk napját is kitűztük már, és az nékünk bíz, fontosabbnak tetszett, mint az összes császár és király és fejedelem minden ügyes bajos dolga együtt. Udvarunkban ismét felzúgott a szél, mintha segíteni akarna dédapámnak. A vihart azonban, ha megérkezik és igazán oda csap, a legapróbb fűszár sem kerülheti el, mondta az öreg, és tekintete hirtelen elsötétült. Két nappal az esküvőnk előtt csapatnyi lovas érkezett a faluba. Csupa díszes fegyverzetű, vasdudoros pajzsot, kétélő kardot, zászlós láncját hordozó harcos, kiknek aranyos fényjel csillanó övcsatjai, ezüst köpönyegei, égköves margulatú harcikései, mind azt hirdették, hogy egyenest ardarik, a gepida király udvarából jöttek. Halljátok szavam, kiáltott lelováról a vezetőjük. Attila, akinek sok éven át hűszövetségesei voltunk, halott, ám a fiai élnek, és fennkívánják tartani apjuk örökét. Ezt azonban Rúd gőggel, kardot csörtetve, apjuk egykori barátait meg sem kérdezve, sőt azokat rabszolgaként kezelve akarják megvalósítani, ezért a mi királyunk, a nagy Ardarik felkelést hirdetett ellenük. A falu katonának való férfiai készüljenek, mert hadba kell vonulniuk. Rajtuk kívül pedig sorakozzanak fel a szüzek is, mert ardadik király elrendelte, hogy a hadi szerencse sikerének érdekében áldozatot kell bemutatnunk Tornak, a vihar és a mennydörgés istenének. Szentséges szűz Máriám, micsoda barbárok lehettek ezek a gepidák, hányt magára keresztet édesanyám. Épp olyanok, mint a mi eleink, akik ekkortájt még valahol az őshazában járták a végtelen sztyeppét, Jézus urunkról semmit se tudva, szólt dédapám bölcs csendességgel, majd ismét a múltba révett. A harcosok mögött jött a pap, ki csörgős botra támaszkodott, prémes köpönyege földet söpörte, őszhajába csontokat font, arcát pedig vörösre és feketére mázolta. Végig ő a szüzek során, ahova az éjjolandám is beállt. Hiába könyörögtem neki, hogy meneküljön. Azt mondta ő féli tort, és szereti népét, így nem bújhat el. Remegve néztem, amint a csörgőbot bekoppant, a pap pedig ágbogas vénkezével, csontból faragott, donár csüngőt akasztott kedvesem nyakába. Ugrottam, hogy letépjem róla a jelet, ami áldozattá tette őt. Ám Tór, a viharisten mohó volt, és villámjával lecsapott Jolandára. Láttam még a nagy villanásban, ahogyan szép fejét lehajtva fogadja sorsát, Ezután értelmen fények kihunyt és... Itt ébredt a tata a sági réten, ahonét az angyal évekkel korábban elragadta, fejezte be sietősen a történetet édesapám, ki már szívesebben tért volna nyugovóra. És lásd csodát, a két esztendő semmi nyomot nem hagyott rajta, mert hogy valójában el sem telt. A vihar reggelén találták meg őt pajtásai, amidőnk agos fejjel poroszkált a réten. Már a jó magam is dédapa lettem, ki a gyermekkorából kilépve nem hitt többi a mesékben, egészen a mai napig. Történt ugyanis, hogy szokásomhoz híven kiültem a lócára, a kerítés mellé, hogy Tiszaug főutcájának békés forgalmát lessem, mikor is hozzám lépett a szomszéd, és így szólított meg. Elotta-e, mi történt az útépítésnél? Régi sírokat találtak meg az antivilágból, amikor itt a magyarok helyett valami gepidák éltek, felelt a szomszéd. Az egyik gödörben fiatal leány hevert, kinek egy különösen szép lánc függött a nyakában. A tudós emberek úgy mondják, hogy a rajta lévő csontmediálon valami régi viharistené, akit úgy hívtak, Tór. Nem mondtam én erre semmit. Csak az ölemben heverő vénkezemet néztem, és dédapámra gondoltam. Csendben bocsánatot kérve tőle, amiért a kemences útból kinőve badarmesének hittem mindazt, amik annak idején elregélt.